Tehát itt le is írja ugye maga, hogy minden bajunk is lehet. Ezt így most így a végére, és akkor látjátok? Ha fejhallgató van rajtatok, annál baszóbb az érzés a játékba. Ez ajánlatos. Kaptunk egy trófeát, hogy ide beléptem. Na nézzük. When I was a child, Doctor Story. Doctor, tehát a lány története. Ott tartunk. A fő sztorit megcsináltam. De ez itt jó, hogy... Finally, just scream out into the darkness. Előről kezdi. My lullaby. And even when they took me away, vagy ez ilyen mellékküli. Sikolyokat követte. Itt az idő, hogy megállítsuk. Edvard Munch. Jó. Nézzük. Aha, már itt vagyok. Itt vagyok, csak hát ennyit látok. Aha, jó, igen. Tehát itt a kérdés ebben a játékban, hogy van egy zseblámpánk, ami sose fogy ki, az egy jó dolog. Igen. A felénél vagyok kb. Viszont itt már nem emlékszem, hogy mit csináltunk. Azt tudom, hogy az elején ugye a festményeket kellett összegyűjtögetni. Aha, hogy kirakta a képeket, látom? Why pink? Miért pink? Fingottak? Igen, itt ez ugye ilyen keresgélős logikai lesz leginkább. És lesznek benne ilyen ijesztőbb jelenetek. Egy-egy ijesztő jelenet. Ennek az atmoszférája az, ami egy olyan lehangoló, ugye? Már nem emlékszem, hogy itt Hulkó mi volt. Újra keléjük most akkor a lányzó sztoriát? Jó, figyeljetek, sok irány nincs. Van az emelet, meg van a pince. Hát ezt így megnézzük. Hát az a jó, hogy itt legalább bármikor használhatom a zseblámpát. Természetesen, ha jó felére irányítanám. Szét lett cseszve a vécé. Meg a fürdő is. Megnézzük a izét. Itt is történtek dolgok. Most minden szart eltesz. Szia Krisztián, hello, hello, hello. Hoppa, láttátok a képet? Ebbe tudok guggolni? Tudok, mert valahogy tudtam guggolni. Na várj, ez hogy is volt? Ezzel zoomolok? Nem guggol. Miért nem guggol? Ebben nincs guggolás? Na, igen, kicsit megcsúszták Krisztián, annyi, hogy menet közben befejeztük a Resident Evil-t, egy körülbelül 3 perce értünk a végére, hatalmas nagy boss fight volt, nagyon kemény volt, és a maradék kis időre úgy gondoltam, hogy azért játszunk még valamit, és ugye ez az a játék, amit Hulkó választott,
és hát ez inkább ilyen nyomozós, felderítős kis pszichobeteg játék. Nem rossz. Csak itt azért várni kell a történésre általában. Aztán nem tudom, hogy most ki kell nyomozzunk, ugye, hogy mi történt. Aha. Na igen. Aha. Hát itt hagytuk abba a múltkor, Hulko. Ez milyen érdekes, nem? Ugye most vagyok a Daughter és patkány vagyok? Menjünk először balra. Ugye ezt megcsináltuk. És itt a jobbra... Várjál, és ugye... Köszönöm, hogy a macska rálépett a kábelre. Na várjátok. Hát ilyen ez egyébként... Krisztián, ne aggódjál. Dolgozni kell mindenkinek. Igazából holnap én is fogok menni. Már éjszakára. És hát már holnaptól nem lesz stream. De a következő az úgy fog kezdődni, hogy ezt fogjuk folytatni, vagy újra kezdeni, vagy hogy is mondjam. Oh, come on, don't be afraid. It won't bite. Here, try for yourself. Gyere, próbáld meg. Bite? Harapjak bele? Miben? Seggedbe? Várj, itt zongoráznom kell most, ugye? No, no, that's not quite right. Megpróbáltam össze-vissza nyomkodni, de itt ugye meg lesz majd a sorrend. Föláll nem tudok, tehát most az a helyzet, hogy nem tudom kinek a izébe vagyunk. Mikor rajzolja rá az izét? A nótát, vagy ez mindegy? Still not quite there. Mi történt? Azt mondta, hogy hagyjam abba. Ha esik le valami. You know what? I have an idea. Go get your crayons. Mi történt? Szerintetek jön valaki? Addig kell nyomkodjam? Már most kaptam meg a pilceket. Aha, igen, most van az, hogy nem össze-vissza nyomkodjuk. Jó, hát bocsánat, én azt hittem, hogy... hogy ez így lesz. Na, akkor itt van a... amit be kell nyomni. Melyik a második? Tesz így fejbe. Csillag, háromszög, az hol a csillag? Körix. Not bad. Look at you, young lady. It looks like talent runs in the family. Mit kaptam én ezért? Nagy... nagy semmit, egy gratulációt, hogy mekkora zenészmester vagyok? Figyeljetek már, a székkel mi történt? Hát elkezdtek lebegni a székek. Na jó, akkor azt hagyjuk, mehetünk.
Menet közben változik át a lakás. Meg történnek az egyéb abnormális, paranormális... Igen, dolgok. Meg bejönnek ilyenek is, amikor beszart. Na várj, ezt elolvasom, mit írták Krisztián. Még 2 hét, kicsit kevesebb lesz, hogy nyáron reggel 7-től kb. Este 6-ig, este 10-től reggel 5-ig őrködsz. Aha. Tehát akkor biztonsági őrként melózol. Hát az is marha hosszú. Azért kell ugye kiúzgálni, hogy föl tudjuk rá menni. Ugye gondolom így bászik föl, nem? Igen. Olyan picike vagyok, hogy ki kellett húzgálnom a dolgokat ahhoz, hogy ide följöjjek. De minek jöttem ide föl? Ugrani nem tudok. Na jó, mindegy, nézzük. Pici vagyok, székre állok, onnan a magasba kiálltok. Akkor ezt most megfejtettem, ugye? Megnézzük akkor a másik oldalt. A kislánynak a sztoriára azért kíváncsi leszek. Oké. Eldőlt a szekrény, nem tudok arra menni. Köcsök kis manó, koponyányi manyok. Esik az eső. Ja igen, kártya. Tehát meg kellett volna jegyeznem, hogy mikor kell festeni és mikor pihenni. Na mindegy. Ugye művészt akartak belőlem csinni. Ott jön. Marha beteg ez a játék. Ebbe azt tetszik, komolyan mondom. Oké. Tűz van. Tűz van. Mi a fasz? Anyád. Hopp. Tűz. Hallucinációm elég durva. Megérkeztünk. Hello? Hát... Ezt érdemes rákoncentrálni, mert ez egy ilyen... Ja nem, ez volt. Aha, emlékszem. Ugye itt kell összegyűjteni ezt az arcot. De megint addig fogunk eljutni, mint a múltkor. Hulko. Ez az én bajom. Hogy akkor is emlékezné vissza, hogy összeszedtem ezt a festmény alakot, meg mi egymást, és akkor ott kellett abba adjuk a streamet, és nem tudtuk meg, hogy mi történik, mert ugye nem mentett el akkor a játék, úgy látom. Egy csak utakodni kell, hogy a 3 festmény darabot találjuk meg, vagy mi az.
Egy meg is van. És mondjátok, halljátok, én nekem mindegy milyen. Csak legyen. Lekváros. Túrós. Ugyan mindegy, de tényleg. Meg is éheztem a frances ember. Van még egy. Kettő. És akkor már még... Jó, semmi baj. Leesett a csillár, azt mondjam, hogy önbaszott. Ugye? Egy jó kis ilyen lekváros túrós, vagy mondjuk nutellás túró, vagy... Ó, bassz, meg mindegy a túróhoz mit kever az illető, de az eszméletlen. Még a legjobb, amikor az ember izét rak bele, ugye egy kis citromnak a héját belereszeli. Ami állítólag nem szabad, mert a citrom héja az mérgező. Nem tudom, ki találta ki, na mine. Jó, ezt eldöntöttük ugye, hogy ne égjen a tűz. És itt van az utolsó. Mert ez gyors volt. Megvan a három dolog, ami kell. És most húzzak vissza? Jó, nem, megyünk tovább. Meglátjuk, hogy mi lesz. Még ez a ház hatalmas, nem? Hogy... De sose érünk a végére. Itt a kutyus. Oké, okay. És most fog jönni a kutyus? Azért jöttem le. Vagy jobb beszarak tőle már megint? A kutyus volt a kislánynak a nagyon jó barátja. Valószínűleg a kislány is meghalt. Jó, ja, most mehetünk vissza. Oda kell visszamenni, ahol a képet láttuk. Széttépve. Ja, én nem is mondom, hogy most mit csinált az én kedvesem. Tehát csinált ilyen pohár... pohár desszertet. Majd lefotózom, berakom a csopiba. Kapjatok... hülyét tőle, nagyon jó. Szokott lenni. Na, megjöttem. Hol vagyok? Megjöttünk? Ha megint itt vagyok? Akkor várjál, pasi fele volt, ugye? Úgyhogy itt vagyok már megint. Hú, ez egy izé, labirintus. Miért jöttem én most ide? Aha. Ja, mert itt át kell jönni. Oké. Okay. Azt a babát kell követni, úgy látom. Boldog szüli napot! Na, de mi? Happy birthday to you. Happy birthday dear. Nem tudják a nevet? Jó, happy birthday! Mi ez a hang, bazom? Hoppa!
Mi fasz? Mi volt ez a kés? Hé? Fasz? Az vagy, te beteg vagy, baszva. A tortához menjek? Menjünk a tortához. You have to come out. She's waiting for us. Don't make me do this by myself. Ez nem néz ki olyan pincsinek, de találtunk egy trófeáért egy tortát. Okay. Azt a kurva. Bocsánat. És azt most, aha. Jó, valamit lehet csinálni. Mindjárt gondoltam, hogy nem lesz ez olyan egyszerű. Hani? Why would you do this? What am I... Ja, csöbben legyél, jó? Nyugodjál meg. Csak egy torta. Jó. Oké, és kinőttek a földből a szekrény. Nem nézünk vissza, nem nézünk vissza. Sos... Hatalmas! Hatalmas! Piroska és a farkas. Ott a kutyus. És az voltam én. Hát ennek a játéknak szerintem ez a izéje, hogy annyira jók a hangok. What was that? Oh no. Honey, I need you. I need my medicine. Ez a gyógyszere. Ezek a kutya. Olyan beszartam komolyan. Oké. És biztos, hogy mi a kislány szerepében vagyunk, hogy... Az eltűnt cica, Mr. Scooter, megtalálónak all my dollies, tehát jaj de cuki, tehát az összes babáját felajánlja a megtalálónak, ha megtaláljuk Mr. Scootert. Szia Tyson! Én nem adom oda az összes babámat, hogy megtaláljanak. Ez egy horror story. Még szerintem azt megérte, hogy megvettem, valahogy ez így nekem bejön ez a game. Olyan beteg múltja le... Ott a cica! Oda be. Valami még hiányzik a cicáról. Farka letört. Meg az egyik kereke, mintha hiányozna, nem? Egy családi fotó. Csodás. Mik ezek a hangok? Gondolom átváltozott megint minden. Mi volt itt? Mert valami történt? Valaminek kellett történnie. Miért jöttem át ide?
Aha. Az mi? Ami érme. Minek jöttem át ide? Mint leugrok. Ez a kereke. Ez az érme. Meg is van. Egy parafából. Hát nem tetszik? Nem tetszik neki. Én megpróbáltam. Azon nem látok semmit. Hogy kerültem ide újra? Lehet, hogy nem szabad tovább jönnöm? Nem, visszarak. Meg kell csinálnunk a cicát. Ha találtam egy parafát, az miért nem jó? Itt nem volt benne semmi. Na, hol van a cicának a lába? Szevasz, Atikám, üdvözlök. A kép? Mi fasz csinál ez a kép? Miért mocorog? Mindjárt meg kell keresni a cicának az izét. A süti az nem volt jó keréknek. Itt van valami. Ja nem, az az izé, ajtó, igen, maci. Most egy kérdez, találom a kereket? Hát de... Most nem azért, de itt mi a fasz történt? Ott van! Megvan! Na hát Attikában Resident Evil-nek a végéhez értünk, és most... ugye van egy olyan újdonság, hogy csatorna pontért lehet játékot kérni, és akkor az a játék fog. Ez is elrepült, bazd meg. Tehát az a játék lesz legközelebb. Hát ezt a játékot kérte tőlem Hulkó, váltotta be a pontjait, és még maradt hátra a stream időből, ezért ezt így meg is nézzük. És akkor majd legközelebb ezt fogjuk látni, és úgy fogjuk látni, hogy amit megszavaztok. Tehát vagy egy streamig, vagy három streamig. Nekem volt terve még ez a játék, hogy tovább játsszuk, mert kíváncsi vagyok így a elmebeteg sztorira. Hát nagyon brutális volt a vége, ki is készített a boss elég keményen, főleg úgy, hogy egy hülye béna voltam célzás ügyileg. A game az marhára tetszett, tehát eszméletlen jó az a játék. Szia édes! Mit? Mi van vele? Nálam. Rajta van. Nem? Nem rajta van? Hát nem tudom, hol raktam. Itt van a gép mögött. Várja. Várja. Úgy elraktam, hogy... Ja, itt vagyok. Ezt mindenféleképp végig túljuk, mert azért érdekel, hogy mi lesz belőle, persze. Azt nem tudom, hogy hol a következő kerék, amit a macskához be lehetne rakni. Itt láttam fönn a polcon, nézd ott van. Nem érem el, ott megvan. Megvan a kereke. Szép cica. Emlékeztek Sheldon énekére? Tudod, szép cica, jó cica, sejmes a bundád. I hate you. Az nem rossz. Nem tudom, Ati, az a listában benne van? Abban a listában? De szerintem benne van. Mi van ezzel? Abba az ingyenes listában?
Utána kell menjek, ugye? Azaz, jó van akkor. Követem a cicát. I hate you. De nem jó, most várjatok. Most mi történt? Hozzáértem a cicához és az baj volt? I hate you! Good! At least you can still feel something. I look at you and I see nothing. Not the beautiful girl I fell in love with. Not the mother of my child. Not even the hateful monster you pretend to be. You're just empty. I look at you and I feel nothing. Akkor királyság, oké. Semmi gond, Tati. You forgot to say how ennek ugye leginkább még az a lényege, hogy ha már ugye néztek és gyűlik az a pont, akkor lehessen egy értelmes kérésre is elhasználni, nem csak a hülye énekemre. I'm disgusted with what you let it do to you. How you let it change. Igen. Hát németül elég hülyén hangzol. Szerintetek elindítsuk még egyszer a cicát, vagy menjünk tovább? Megpróbálok tovább menni. Gondoltam, hogy föl kell idegesíteni a szüleimet szerintem, mert ők itt most nagyon izének, hogy én egy gyönyörű szép kislány vagyok, nyugodjak már meg magamnak. Lassan követem a cicát. I hate you. Good. At least you can still feel something. I look at you and I see nothing. Not the beautiful girl I fell in love with. Not the mother of my child. Not even the hateful monster you pretend to be. You're just oda néz. Empty. Oda néz, I look at you and I feel nothing. But it scares the hell out of me. Azt igen. You forgot to say how megnyílik az út előttünk. Go on. I know you want to. God, not that again. Mekkora I know you're vagy. Disgusted with me. Admit it. Right, I am disgusted with you. But it has nothing to do with the way you look. I'm disgusted with what you let it do to you. How you let it change you. Mennyi ez az út előttünk? Oké, okay, köszönöm szépen, cica. Mi az, hogy zárva? Igen, cica? Ó, oh, de nézzetek, ott az ajtó, arra kell menni. Ó, oh, kis cicák is vannak. Mivel googolok? Hát ennél jobban googolni nem tudok. Halló? Vagy kinyitják nekem az ajtót? Ó, oh, kinyitották az ajtót, de kedvesek. Szerintem ez a fater volt. Princess. Princess, wake up. Hercegnő, hercegnő, ébredj föl, szüksége van. There are men coming. És felöltözünk, vagy jön? Some very bad men. They want to take you away from me. But I won't let them. We won't let them, will we? Yes. Now I remember. Igen, most már emlékszem. All the chaos and misery. In his own flawed and misguided way, he did love her after all. His way of expressing it was a different matter altogether. Mhm. Most mi a plafon nézem? Jó, azt mondja, most már emlékszem. Én nem emlékszem, merre kéne menni. Jó. Zseblámpa az. Ugye az automatice működik? Akkor be volt bagolva, mert magától csinálta. Marvinnek a telefonszámai, köszönjük. I, grasping at the remains of my sanity, declare this. Oké, köszönjük. De nézzetek a szegény kislány, miket rajzolt. Jó, most már nagy lány vagyok. Kis puncus volt. Most megnézem akkor a gyerekszobát. Ezek után. Ez is nyílik. Akkor megnézzük előbb ezt. Mi fasz, hogy becsközésük. Aha.
Mi a f... Azt hittem, átváltozott megint a szoba, azt hittem. Aha, de viszont a gyerekszoba az átváltozott. Aha. Valahogy gondoltam, hogy ez lesz. Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Hát igen, Atti, ez is egy jó ösztönzés arra, hogy aki követ, az legyen mindig itt, amikor tud, gyűjtse a pontot, és akkor tudjon egy kicsit baromkodni. Egy neki tetsző játék is menjen. A többiek meg vagy kibírják, vagy nem, de még a végén megtetszik nekik is. Meg hát azért jó, ugye bemutatjuk ezeket a játékokat, megnézzük. Azt mondja, nézzek rá. Én nem nézek rá, többé. Nézelődik a kis csaj, tehát ezt a mély nyomom. Kíváncsi a sztori végére, vagy nem? Jó, akkor nézzünk rá. Rá kellett folyamatosan nézni, hogy elmesélje a sztorit. The princess heard a fierce... Oh, god damn it! Not again! Fine! Because the princess wouldn't stop fidgeting, she was set upon by the evil witch's minion and dragged off into the darkness, never to be seen again. Na tehát, elkezdi mesélni a sztorit. My fault. És automata elindult a kamera balra. Vidi vissza kellett húzni, mert ideges lett attól, nem bírta végigmondani. Utána meg jobbra rántotta el, és akkor már be se volt a pater, hogy akkor itt van a történet vége, és kész. How many attempts there were, but each one made me feel like I was his greatest failure. Hát figyelj, Atti, meg nem tudom, hogy PlayStation-on azért, hogyha megkapja a magyar feliratot, mert én azt magyar feliratosan azt hiszem láttam, ha jól gondolom, akkor viszont egy elég vicces és fasz a kis játék lett. Az a baj, megmondom őszintén, én nem néztem soha egyik részt se, nagyon régen talán egy részt vagy kettőt. Tehát én nem nagyon tudom, azt tudom, hogy van benne ki Cartman, meg ki Kenny, meg ilyenek, de a full story-t azt nem vágom. Aha, az első rész van felirattal. Most itt mi történt, hogy kiértem össze? Szétszakadt a ház? Jó, mindjárt nézzünk körbe. Aha. Igen, az a baj, hogy a legtöbb dolgot csak PC-re találtak ki, úgy, mint a God of War Ragnaröknek, ugye a magyar szinkronja is kijött rá. That dog better not be where I think it is. Aha, itt a kutya már megint azt mondja. Get the hell off! I told you not to spoil that fucking mutt! Hát az a patarom volt, elég egy ideig beteg állat volt, azt kell mondjam. Nem néztem bele, hogy milyen lett. Ah, a patkány. Hazudsz, 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 vagy hazudtok. Oké. Mindegy, én szétnézek mindent is. Aztán majd haladunk tovább. Na most kinyílik ez a szoba? Aha, most ez nincs zárva. So, after all this time, after all I've been through. Stay here. Your mother and I need to talk. Maradj itt, a muteroddal akarok beszélni. This is all you have for me? And of all places you chose this room. You think I don't hear that? Stop crying! Ez van a sírást. Don't make me come in there. So many memories. Hát elég beteg gyerekkora lehetett azért, nem? This one room filled with more memories than I can count. Ami sok emléket őriz. I thought I told you to be quiet! Oh, the lovely memories. Nagyon lovely memories, tényleg. I imagined him standing there, all smug and pleased with himself, thinking
this piece of canvas was somehow going to fix everything. I imagined what I would say to him. What I would do. Hát ez milyen lehetett a gyerekkorát leélni egy szobába? Shouldn't have. You really shouldn't have. Lángol? Mindjárt gondoltam. Mindjárt gondoltam, hogy felgyújtott a ház. Na, az író sztoria harmadik fejezet. Ismét visszatértünk az íróhoz? Ó, bazzag, ismét visszatértem az íróhoz. És akkor most meg tudok nézni még egy sztorit, ugye? Úgy a beteg azért, na. Oké. Okay. It was done. He finished it. Or did he? I don't know what happened. I struggled with the part where... És én lettem így az írónő. Mert volt még itt egy kötet, aminél megkérdezte The Final Note. Már akarom-e nézni a Final Note-ot? Mielőtt befejezem a Lighthouse-t, ugye? Hát be kellett néznünk, ugye a Lighthouse az nem ért véget. Szeretnéd játszani a Final Note-ot, nem tudsz visszatérni a világítórod toronyhoz, amíg nem végeztél. Szerintem csináljuk meg ezt is. Kíváncsi vagyok. My very first memory is that of az első emlékem. My small, chubby finger, the cold, smooth ivory under my skin. Van egy pár történet itt azért. And then, acceleration, pure joy as I heard the immediate response to my action. The sound that appeared just because I pressed that key. I'm not gonna let it go. I won't be imprisoned. Nem lesz bebörtönözve, nem hagyja el, nem lesz bebörtönözve. Jó, megöregedett, ha jól látom. Ez a Mutter most? Akivel vagyok? Ez egy csaj volt, ez biztos. De elég rozzant ruhája volt. Hush now, my baby. I'll tell you a tale. There was a man. Sőt, kicsim, elmesélek egy mesét. Volt egy ember, akinek a világa nem volt sápat. Volt egy nő, aki énekelte a világot, és rátalálta a szerelemre, a legszebb dologra. Akkor ez tényleg Mutter lesz, szerintem. You mustn't give up. You had everything any of us ever wanted. You still do. Nem szabad feladni, mindenet meg volt, amire bármelyikünk vágyott. Még mindig, igen. A tehetséged, a házasságod, a lányod, ezek egyike sem ment el. Az egyetlen dolog, amit a lángok megváltoztattak, te voltál. Hatalmad volt önmagad felett, éld az életet. Kérje vissza, ne hagyd, hogy a tested legyen a ketrec, örök barátod, Beatrice. Hát valami ilyesmi a lényeg. Két ajtó van, az egyik nem nyílik. Ott a zongora föllógott, van, megy már, mi van veletek? Az első lépések. After some time, they had a child. Egy idő után gyerekünk született. Ez világosságot hozott az életünkbe, sok fényt. Imádta a szüleit, a babáit és a játékait. És még apa se haragudott a zajára. Akkor a fater az egy elemeradjant volt, ez biztos önben. Azt higgyed, szét van láncolva az egész hát. Jó, majd oda lemegyek. Then, one day, there was a fire. De egy napon tűz ütött ki. Anyutól minden vágyát elvette. She nem tudott mit kezdeni az életével. Tűz keletkezett, akkor ezt éltük át most az előbb, igen.
Én szerintem a fater csinálta a tüzet. Ott a kés az ajtóba, tehát nem. And then she found a very sharp knife. És aztán talált egy nagyon éles kést. Bazd meg. Jó. Szétvágta a... Is this how I looked? Mert fasz lootoltam, mi? Megfordulok, az baj van. Azt átváltozott a ház, mekkora geci? Ha ez kész az a játék. Imádom. It's so dark in here. Time to let the light in. Aha. Assza. Ó, itt merül a zseblámpa, srácok. Ó, ez nem egy örök fény. A sötétség támadni fog, van egy olyan érzésem. És a fény... A fény kell hozzá. Jó, visszatöltődik. Figyeld! Hát mekkora gólya mondom! Az igen. Na, elmész a pitchbe. Tudod, hogy beteg volt. Az agya. Nagyon csúnyán. Hello, hello, köszönöm szépen, szia! Köszönöm szépen a követést, ha jól láttam egy új. Igen, 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 igen. Szevasz, Drusám! Szevasz, Normikám, üdvözletem! Na, örülök, hogy ide találtál te is. Most láttam, hogy csatlakoztál. Egész, bazd meg! Komolyan mondom. Na, hát ő... Csak érdemes volt azért egy-két ilyen kis hirdetést kirakjak, hogy a régi tagok is ide találjanak, örülök neki, hogy te is itt vagy, érezd jól magadat, és próbáld szokni a dolgokat. És azt így elárulom neked, hogy már is. Hát, hogy próbáld szokni itt a Twitch-et szerintem. Elég élvezetes, sőt, lehet fasz a kis pontokat gyűjtögetni. Na jó, kinyitjuk ezt a... ezt az ajtót. Hát itt már voltam. Hát figyelj, mindenkinek az életében jönnek olyan dolgok, ami miatt ugye nem tud jelen lenni. Illetve nem is nagyon követi a történéseket. Még kapcsolódott le a lámpa? Halló? De az a jó, hogy... hogyha van egy... Aha, ez érdekes lesz. Ez érdekes lesz, itt ki kell agyalni, hogy merre az arra. De minden esetre tényleg, ha van időd, gyere! Itt lekapcsolódik a lámpa. Ha visszamegyek. Aha. Akkor visszajön a fény. Na itt valami trükk van. Itt valami trükk van. Itt kapcsolódik le. Aha, itt. Akkor mi a trükk, srácok? Festmény? Itt kell valamit csinálni. Szevasz, Tomikám! Üdvözletem!
Na most... Mi lehet a trükk? Valami trükk itt van. Mert mindig átváltozik a szoba. Aha. Értem, druszám. Na itt tovább megyünk. Akkor megint újra kezdődik az egész. Jó, köszönöm szépen, hogy benéztél, és akkor hát ha van időd, várunk sok-sok szeretettel, gyere gyűjts te is a pontokat, aztán válts be mindenfajta ökörségre. Oké, okay, ciao, ciao, szia. Szerintetek mi lehet itt a titok? Mert amint látja, váltsunk egy másik szobát? Erre megkaptuk a izét. Oda néz. Take it away. I can't look at it. And don't try to bind me again. Elven nem tudom nézni, ne próbálja megkötözni újra. Mi van? De csináljuk. Csinálunk egy másik szobát. Itt lógnak a széfek a falon. Ami nem szép, hanem festmény. Leláncolt festmények, jó? És a zseblámba megmaradt. They hate this, but it seems simpler than playing the violin. For now. Feels like sewing myself in place though. Binding myself to my prison. Ó, bazzen, ez a muternek a sztoria lesz. És gondolom ezért kell a zseblámpa, hogy... Igen, tudjunk jönni. Tovább és tovább. Igen, azt írta, hogy a börtönömből el szeretnék szabadulni. Hát gondolom ezért vannak láncok mindenhol a falon. Hogy nem zárhatsz be újra, és nem börtönözhetsz be. Na aztán úgy látom mégis. Nézd, visszajutottam megint ide. Azt a kurvaért. Aha, figyelj, egy asztal van az ajt előtt. Hello? No! Mi a faszom az? Kinyílt az ajtó. Mi van? Vigyem meg magam! Ott az öreg lány. Kezdődik, jó? Vagy folytatódik, vagy mi az? Oké. Okay. Okay, megjelent megint az öreg lány, hogy hagyjon meg. Az igen, Atikám, hát jó étvágyat hozzá. Úgy, mint itt a játékban, mi úgy kopogott. Nem hallotta. Bassza, meg újra itt vagyok. Most megint válts a képet? Kicsit most... Fölvettünk egy innivalót, várjatok. Azt vissza kell vinni oda, ahova a kötszert használtuk, nem? Ja, itt van. Oda. What would I do without Igen, meg is van. This prison would be unbearable. Na most nem tudtam lefordítani, mit írt ki. Ja, a játékra. Azt hittem tényleg rendeltél. Jó hangzik egyébként.
Hát Tomi, van még egy lehetőség, hogy PC-ről vagy laptopról tudod még majd akkor nézni. Itt jöttünk be? Már nem emlékszem én sem. Kurva sötét van. Vagy beteg játék ez, komolyan mondom nektek. Jegy, az a baj, egyik sincs. Hát az tényleg baj. Várj, azt nem tudom eltolni ezt a szekrényt. A te könyv vagy mi a bánat? Egy kulcs! Hol az öreg lány? Ott van. Követ minket. Futni nem tudunk, de ő sem. Legalábbis remélem. Zár van. Hát vedd el a kulcsot, bazd meg. Miért nem veszi el a kulcsot, srácok? Siker. Ez vág volt. Rohadjál meg. Menjél már oda. Megvan. Kész. Elkészült a cucc. Megvan mind a három. Szia Ricsi, szép estét neked is! Hello, hello! Mi újság felétek? Na most megvan mind a három! Akkor most menjek vissza oda, eddig voltam. Hát akkor gondolom minden jöttünk. Mi az a hang? Ricsikém, sajnos a izéről lemaradtál. Aha. Végigvittem a... What are you doing? I don't want it! Take it away! Take it away! Mit csinálsz? Nem akarom elvenni. Vedd el, vedd el. Szia, Dolcikám! Na tehát, Resident Evil 4-et végigvittem, és ez pedig a Hulkónak a kívánsága, hogy ezt a gémet nyomjuk. És ugye volt még hátra a stream időből bőven, és akkor így gondoltam, hogy legyen egy horror után még egy para sztori. Aha. Az hogy töröm szét a láncokat? Ja, csak így? Oké. Breaking free. Megmenekültünk. I can't go on like this. I need to break free. Oké. Hát akkor most mehetünk tovább. De legalább van zseblámpa meg hasonló. Ami most már merül. Kezdek a hangok, bazd meg. Komolyan. Ezt a játékot, amikor majd nézitek, mindenféleképp egy füldugó, vagy egy fejhallgató ajánlott. Eszméletlen az a gémnek a hangzásvilága. Konkrétan beszarsz. We thought everything we wanted to hide would fit here.
How stupid we were. Today, a lock jammed in the bedroom door. I started screaming, begging anyone to open. It was a good half hour before a maid showed up. I don't understand. I lock the door in the house all the time. But something about being in a room I couldn't leave was just unbearable. Na, azt mondja, hogy ma egy zár beszorult a hálószoba ajtajába. Sikítani kezdtem és könyörögtem, hogy bárki nyissa ki. Jó fél óra telt el, mire felbukkant egy szobalány. Nem értem. Állandóan bezárom az ajtókat a házban, de valami elviselhetetlen volt abban, hogy olyan szobában vagyok, ahonnan nem tud, amit nem tudok elhagyni. Passzom. Tehát szerintem ennek a nőnek is valami komoly skizofrén betegségei vannak. És megint látjátok? És megint itt van a látott szoba. Tehát nem tudja elhagyni. Most olvastam el, baszki. De megint itt vagyunk. Ha te hatalmas kólyan. Ó, te kalitka. Vajon miért? Ő is be van ide. I can't breathe in here. Jó, megfordulhatunk és átváltozik a szoba ismét. Mondtam. Mekkora gettek olyan? Aha, klausztrofóbiás. Nézd, a fény nem lesz baj. Mikor változik át ismét a szoba? Mik ezek a hangok? És ugye ez ott az ajtó. Menj a picsába. Hát mekkora gép. Even my instruments have their prisons. Mi az? Még a műszereinek is. Tehát a zene cuccainak is vannak börtenei. Bezártak ide minket? Igen. Az itt... Mi a faszom volt ez? Hát én azért hülyét kapok a játéktól, komolyan mondom. Ez most mi a... Na, megy a picsába! Azt higgyed. A szekrényből kinyílt egy ajtó. Do you want to stay with me, little bird? It's safe here. Suffocating, but safe. Velem akarsz maradni, kis madár? Itt biztonságos. Á, nagyon durvák a hangok, nagyon jó. Ott a madár. Ha meg kell őt menekíteni. Hát a... Maybe you want to fly away into the unknown and learn how to breathe again. Talán szeretnél elrepülni az ismeretlenbe és újra. Én kiengedem az ablakon. Repülj, kis madár, repülj. Bár a döglött madár nem biztos, hogy repül, de... Would it be better outside? Anyád. De ki repült? Faszom ebbe a hangba, de tényleg. Ja, elrepült. Aha, jön a izé megint, ezek a valami. Láncok a falon. Most kíváncsi leszek. Aha. There's nowhere to run. Nincs hova futni. Mi jön össze a fal? Hát
De most mi? És felébredt újra. Na jó. Hát ez kész. És mondtam, hogy a csaj vagyok, látjátok? Aha. Kezdődik előre? Na jó neve. Tudok futni? Egyik felsővel tudok futni. Ez a futás. Futok. Csak mondom, most futok. There's nowhere to run. El kell érni az ajtót. Oké. I know it now. I measured. My room is shrinking every day. He paints it at night, and every morning the walls are this much closer. My prison grows smaller every day. De azt mondja, most tudom, mértem. A szobám minden nap szűk, nem tudok kimondani, bazdmeg. Tehát szűkebb lesz a szobája minden nap. Éjszaka festés, minden reggel, minden reggel közel vannak a falak. Lemérte bazdmeg a szobáját, hogy tényleg közelebb jöttem. I feel like my life is falling apart. Everything I touch breaks. Szavasz, Ricsikém. Közben meg lettél ajándékozva, te is. VIP-vel? Vagyis hát nem VIP-vel, hanem. És megy össze a szoba. Pász meg. Nagyon szívesen. Na tehát feliratkozóit kaptál. The painting is so bland that you have to focus to see that it's even there. Looks like the work of a person afraid to change his surroundings. Someone who's resigned and isn't willing to put himself out there. Who hates to see even his loved ones out and about and free. A man who will imprison his family just to stop them from getting better than him. Arra van szó, hogy a festmény annyira, hát nem tudom, azt írja, hogy nyájas, hogy fókuszálni kell ahhoz, hogy lássa, ott is van. Úgy néz ki, mint egy olyan ember munkája, aki fél megváltoztatni környezetét. Valaki, aki lemondott és nem hajlandó odaadni magát, aki még a szeretteit is utálja. Látni kint és szabadon egy ember, aki a börtönbe kerül, a családja csak azért, hogy megakadályozza, hogy jobbá váljon, mint ő. Aha, ezért zárta be őt, hogy nehogy jobbá váljon. Hát ez egy beteg volt, oda nézzetek, baszki. Potter az tényleg egy beteg állat volt. És már megint itt a izék között. Ez is be van zárva. Akkor most. Halló? Az is zárva. Változik a szoba. Gondolom. Az is zárva. Na nézzük meg ezt. Tépjük le a láncokat. Igen. Ismét a hang. Ez... Mennyei hangok. Luckily, I can take refuge in music. That's when my shackles get lighter, if only for a little while. Even the gramophone helps sometimes. I feel much better after listening to some vinyls. Also seems to think it helps. Azt mondja, szerencsére a zenében tudok menedéket találni, ilyenkor könnyebbek a bilincseim, ha egy kis időre is. Még a gramofon is segít néha, sokkal jobban érzem magam, miután meghallgattam néhány Bakelit lemezt. Az a olvashatatlan is úgy tűnik, hogy segít, valami még semmi. Hát figyelj, hulkókám, már egy kicsit így ráadás a többi napon. Let me out! Mi volt az?
If the finger you put it on has been deformed, destroyed, does the marriage even stand a chance? Azt mondja, ha az új, amit feltett, deformált, megsemmisült, a házasságnak is van értelme? Aha, az egy gyűrű. Értem. Tehát eldeformál... Itt álltok menni alattam? Hát akkor nem, akkor menjünk föl. Igen, olyan túl sokáig nem leszünk, max 9-ig. Úgyis a elmúlt napokban későn is kezdtem, hamar is vége volt, majd az utolsó napra rátolunk egy kicsit. Megfog ez a játék elég durván, azt mondom. Visszajöttem a szobámba. Ugye a fiókokat nekem kell kihúzgálni. Mindent nekem kell ugye a joystickkal. Teljesen interaktív a játék. Ja igen, ezt már olvastuk. Hát, max 9-ig, tehát ennyi. Az a baj, én is megyek holnap melózni, mondjuk az a szerencsétek, hogy délutára. Így azért kicsit tudok én is tovább pihenni. Meg hát ha már így a Hulkó ennyi dologban támogatott, akkor legalább ez a minimum, hogy egy kicsit rátoljak az időre. Ugye ezt a játékot választotta, hát majd legközelebb is. Ugye ez lesz. És megint? I felt like a goddess when you looked at me. When you painted me. I fell asleep posing. You didn't wake me up. You just kept working until you could barely stand. That was when I knew that it's you that I want. Új, srácok, ez egy szerelmes levél is lehet. Istennőnek éreztem magam, amikor rám néztél. Amikor lefestettél engem. Bózolva aludtam el, és te nem ébresztettél fel. Csak addig dolgoztál, amíg alig bírtál állni. Ekkor tudtam, hogy téged akarlak. Milyen romantikus, utána meg jó agyonvert az egész családot, bezárta a szobában lányt, meg az asszonyt, az fölgyújtotta a házat. De tényleg, nagyon, nagyon rendes ez a csávó, tehát most így, hogy... De tényleg, onnan tudta a szegény csaj, hogy őt akarja be ez meg. Jó nagy hülye volt-e. Na és most akkor hova tovább? Az ajtóba voltunk. Az be van zárva, ide biztos, hogy nem. Jó, hát akkor menjünk le a földszintre. Miközben fest. Mi volt ez a... Hallottátok? Igen, és itt voltam. Itt az asztal alatt nem tudunk lemenni valahol. Árjá, itt egy ajtó. Aha. Menjünk a pinyóba. Oké. Whatever you say about this place... It had great acoustics. Hát akkor ez hasonló lehet, én úgy érzem. Az elején egy írónőt alakítunk. Vagyis egy festőnőt. If I had them listening, this here, it was my place of power. Aki itt a világító toronyban nyomoz. És ugye a festményekhez kellett megtalálni az egyéb dolgokat. Ott még nem nagyon értettem a sztorit. De most már kezd így összeállni. Azért. Nézzétek a kezét. Ez bennégett a tűzben. Hello? Kurva élet. Hát van, tudjátok, kislány a zongorán. Ja?
Today after dinner, I tried to pick up the violin, and I just couldn't grasp the bow. The problem wasn't even holding it properly. It was holding it at all and not letting go, not screaming with pain. It's like my hands are in shackles, like every finger has its own ball and chain. I can't move them properly. Tehát ma vacsora után megpróbáltam felvenni a hegedűt, de egyszerűen nem tudtam megfogni az íjat. Nem is az volt a probléma, hogy rendesen tartotta, hanem egyáltalán tartotta, és nem engedte el. Nem kiabált a fájdalomtól. Mintha bilincsben lett volna a kezem, és minden ujjnak megvan a maga golyója és lánca. Nem tudom rendesen mozgatni őket. Hát igen. She couldn't play, of course. Mindjárt gondoltam. But her dreams about music were something to behold. Ra volt mi? Átváltozott a kép. Meg a szoba. A szokásos. Beszorultam, nem tudtam tovább menni. Meghaltam, kezdhetjük előről. Ilyen a halál. A liftbe esett. Láttad? Hát a liftbe nem beestünk, hanem sétáltunk benne. Kemény. Most mi álltam meg? Mi nem megy tovább? Oké, megvan. Az szép. It hurts. I'm so sorry. God, I just wanted to stop. It will. We'll look for help. Everything will be all right. No, segítséget keresztek, és minden rendben lesz. Nem akarom, hogy többen így lássanak. I'm not a doctor. There's my work. There's our daughter. Beteg volt az asszony. Too much for one person. Szegye megmutatja egy orvosnak. Please, darling, we need help. Segítségre van szükség, kérlek, drágám. De a gyógyszer segít, az nem rossz. Testem meggyógyul. Csak szeretteimmel kell legyek. Veled nem az orvosokkal, nem hagyhatjuk, hogy baleset elvegye az életünket. Na jó, figyeljetek, srácok. Most mentett. Hát figyelj, Ricsi. Ahogy mondod. Na hát most mentett pont a játék.